Önöknek most először nyílik alkalmuk, hogy Afrikát három dimenzióban lássák. Amikor a szem feltűnik a képernyőn, helyezzék fel háromdimenziós szemüvegöket, hogy gyönyörködhessenek a vadállatok életét bemutató felvételekben. Afrikai safari. Afrika a fekete kontinens. Évszázadok óta járják az utazók kalandot és romantikát keresve. A telepesek, vadászok, misszionáriusok mind-mind meg akarták hódítani a vadállatok lakta ellenséges vidéket. Ma már csak itt találkozhatunk az érintetlen természettel. Az állatok csak itt élhetnek háborítatlan békében. A földünk ritka, illetve veszélyeztetett állatfajainak többsége az afrikai kontinensen él. Háromdimenziós kamerával felszerelt csoportunk különleges szafarira indult. A legújabb technikai vívmány alkalmazásával vesszük filmre Afrika állatainak rendkívüli és veszélyekkel teli életét. Úgy érzik majd, mintha maguk is a vadon sűrűjében járnának. Munkatársaink egész közel merészkednek majd az állatokhoz. Csak így tudják megfelelően megörökíteni őket, így tudják bemutatni önöknek, miként is élnek, vadásznak, játszanak egymással. Afrikai safarink során kiderül majd, hogy az emberek kellőképpen ismerik-e az állatok viselkedésének sajátosságait, és bátran szembe tudnak-e nézni a veszélyekkel. Utunk első állomása Kelet-Afrika, Kenya. A Kilimandzsáró lábánál elterülő síkságon a szürke óriások, azaz az afrikai elefánt otthonában járunk. A hatalmas állatok családias csoportokban vándorolnak. A gyakran 70 évet is megélő felnőtt példányok gondosan óvják picinyeiket. Alig néhány évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy az afrikai elefánt kipusztulásait éltetett. Az elefántcsontra éhes vadászok nem egészen 20 év alatt 1,3 millióról mindössze 600 ezerre csökkentették az afrikai elefánt populáció számát. Mára a nemzetközi szervezetek összefogásának köszönhetően gyakorlatilag megszűnt az elefánt orvvadászat. Az állatvilág és a hatóságok közti harc azonban még nem ért véget. Az afrikai elefántok egy része védett rezervátumokban él. Kétharmaduknak azonban az emberrel kell osztoznia a földterületen, ami viszont a földön található legnagyobb népszaporulat fényében egyre nagyobb kincsnek számít. Az elefántok hatalmas távolságokat képesek bejárni, eközben gyakran saját környezetüket és az emberek lakóhelyeit is tönkreteszik. A maszájok 500 éven keresztül békében éltek a természettel. A gazdálkodással foglalkozó őslakók soha nem fogtak fegyvert az elefántokra, pedig a szürke óriások gyakran letaposták a termést. Az elefántok irtása az 1900-as évek elején az elefántcsontra szomjas európaiak megjelenésével vette kezdetét. A ma élő afrikai elefántok előtt azonban már biztató jövő áll. Az elefánt populáció száma már több országban is elérte a néhány évvel ezelőtti számot. Az állatok viselkedésével foglalkozó kutatások is hozzájárultak a kedvező helyzet kialakulásához. Ma már tudjuk, hogy ezek a hatalmas állatok rendkívül intelligensek, érzékenyek és családközpontú életet élnek.
Az elefántcsaládok a matriarchátusi közösségben élnek. Egy család általában 12 példányból áll, 3-4 elefánt mamából, akik közösen nevelgetik a csemetéiket. A legidősebb nőstény a csorda vezére. A bikák 14 éves korok körül a nemi érést követően hagyják el a csordát. A nőstények életük végéig együtt maradnak. Az elefántok a világ legsúlyosabb szárazföldi állatai. Vegetáriánusok feneketlen gyomruk napi 450 kiló füvet, leveleket, ágakat nyelel. Folytonos vándorlások oka az élelemkeresés. Csak éjjelente pihennek, akkor is mindössze 3 órát. Mivel errefelé vizet sem könnyű találni, gyakran napi 75 kilométert is megtesznek. Az elefánt ormánya rendkívül sokoldalú eszköz. Körülbelül 2 méter hosszú, a mozgását 40 000 izom irányítja. Szaglásra, érzékelésre és trombitálásra egyaránt alkalmas. Az elefánt, legyen az akár 5 méter marmagasságú és 5,5 tonnás bika is, ha nem találja magát szembe ellenséggel, rendkívül békés. Bízzunk benne, hogy az állatvédelmi erőfeszítéseknek köszönhetően az afrikai elefánt populáció újra gyarapodásnak indul. Nyugati irányban folytatjuk utunkat. A gyakran Afrika gyöngyszemének nevezett Ugandába tartunk. A Viktória-tó környékén, Afrika talán legtermékenyebb zöld lankás vidékén járunk. Itt található az ugandai vadvédelmi központ. Vezetője a neves főemlős kutató Jane Goodall. Itt került sor a tudományos szenzációt jelentő csimpánz kutatásokra is. Mivel a csimpánzok szeretik tönkretenni a banán ültetvényeket, az afrikai gazdálkodók elszántan írtják őket. Egykor milliónyi csimpánz lakta a kontinenst, mára alig 200 000-nyi maradt belőlük. Territóriumuk az eredetinek mintegy tizedére csökkent. Ma elsősorban Közép-Nyugat-Afrika trópusi erdeiben találkozhatunk csimpánzokkal. A vadon élő példányokat ma is vadásszák. A fiatal példányok az állatkereskedésekbe kerülnek, többségük azonban orvosi kísérletek alanya lesz. Jane Goodall intézetében körülbelül 150 példány lelt biztonságos meredékre. A kutatók itt tanulmányozzák a viselkedésüket. Ezek a csimpánzok hozzászoktak az emberekhez, a kamera azonban újdonságot jelent a számukra, ezért kíváncsian tanulmányozzák. Megnyilvánulásaik gyakran nagyon is emberiesnek tűnnek. Nem meglepő, hogy a tudósok az emberek legközelebbi rokonainak tekintik őket. Génállományuk 98%-a megegyezik az emberi génállománnyal. Ezek az emberszabású lények hozzánk hasonlóan tudnak szeretni, és az érzelmek széles skáláját élik át. Gondolkodó, érző teremtmények. A csimpánzok nagyon eszes állatok. Képesek a tapasztalás alapján is tanulni. Használnak bizonyos egyszerű szerszámokat is, melyeket ügyesen alkalmaznak.
Legjellemzőbb tulajdonságuk azonban a kíváncsiság. Etéren minden más fajt fölülmúlnak. Ez az állandó érdeklődés a fejlődés talán egyik legfontosabb mozgatórugója. A csimpánzoknak jutott belőle bőven. Két nap kellett hozzá, hogy az állatok megszokjanak minket, és megbarátkozzanak az operatőrökkel. Ütött azonban az indulás órája. Háromdimenziós szafarink ismét felkerekedett. Szerettük volna az afrikai nagymacskákat is megörökíteni, így aztán át kellett szelnünk a fekete kontinenst. Közel 20 ezer kilométert tettünk meg, hogy eljussunk Dél-Afrika keleti csücskébe. Napaszalt a végtelen síkságok, szélfutta sivatagok, kiégett növényzet. E rideg körülmények közt csak a legerősebbek maradnak életben. Itt élnek földünk legritkább állatai is. Megfordulnak itt vadászok is. Az utazók többsége azonban már csak kamerát hoz magával, hogy megörökítse a lenyűgöző állatvilágot. A Krüger Nemzeti Park déli részén járunk. Az operatőrünk, Tommy Bayer, éppen Nick de Vinárral találkozik. Nick segít majd nekünk az állatok királyának megörökítésében. Nick 9 éve neveli ezeket az oroszlánokat. Most bemutatja őket Tominak, és elmagyarázza neki, hogy az a legfontosabb, hogy ne féljen. A nagymacskák érzékenyen reagálnak az emberi félelemre. A verejték, a remegő térdek felébresztik agresszivitásukat. Tommy sikeresen alkalmazkodik Nick tanácsaihoz, így aztán az oroszlánok elfogadják. Most már csak arra kell ügyelnie, hogy mindegyiket azonos szeretetben részesítse, különben dühött féltékenység ébred bennük. Három napnak kellett eltelnie ahhoz, hogy Tommy úgy érezze, az állatok elfogadták, és most már bátran előveheti a háromdimenziós kamerát. Niket úgy tekintik az oroszlánok, mintha közéjük tartozna. Megszokták a szagát, a hangját. Nick azonban tisztában van vele, hogy még így 9 év elteltével sem érezheti magát teljes biztonságban. Nem árt az óvatosság, még játék közben sem. És soha nem szabad hátat fordítani az állatoknak, főképp nem a nőstényeknek, hiszen ez felébreszthetné vadászösztönüket. Márpedig, ha ez bekövetkezne, akkor igencsak könnyű zsákmány lenne. Nick azonban már tudja, hogy kerülje el az éles oroszlánkarmokat. Több hétnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Tommy végül elkísérhesse a nagymacskákat, és közelről figyelhesse őket. Még soha senki nem készített ilyen háromdimenziós felvételeket. Ember által nevelt oroszlán a későbbiekben egymaga képtelen vadászni. Nick oroszlánjai ezért vadásznak együtt. Az oroszlánok kötődnek egymáshoz. A nőstények egész életüket egymás mellett élik le. A hímek néhány év elteltével elhagyják a csapatot, ám hamarosan újak lépnek a helyükbe. A nőstények vadásznak. A hímek várják, hogy a nőstények megszerezzék a zsákmányt, majd erőszakosan kikövetelik a maguk jussát.
Nick oroszlányai egy zsiráf csordára bukkantak. A csoportban vadászó oroszlánok mindig meghatározott taktikát követnek. Ketten, hárman a kiszemelt áldozatoktól bizonyos távolságban elrejtőznek. A többiek pedig körözni kezdenek a zsákmány körül. Bekerítést követően megindul a támadás. A támadók elrejtőzött társaik felé terelik a zsákmányt. Ám megesik, hogy egyszer-egyszer az állatok királya veszít. Ha például túl éhes, előfordul, hogy rosszul méri fel az áldozat erejét. Akkor a vadászat elkeseredett küzdelembe torkollik, és néha az oroszlán húzza a rövidebbet. Nemrég történt, hogy egy feldühödött hím zsiráf szétroncsolta az őt megtámadó oroszlán lapockáját. Kezdődik a hajtóvadászat. Az oroszlánok csak rövid távú erőfeszítésre képesek. Ha a kezdeti lendület nem vezet eredményre, 100-150 méternyi üldözés után feladják. A zsiráfok gyorsabbak, mint az oroszlánok. Ezúttal megnyerik a versenyt, melynek tétje az életük volt. Nick oroszlányainak szerényebb zsákmánnyal, egy struccal kell beírniuk. Az oroszlán együltében körülbelül 20 kiló húst képes magába gyűrni. A zsákmány súlya azonban gyakran meghaladja a többszörösét. Miután az oroszlán jól lakott, a hiénákra és keselyükre vár a maradék eltakarítása. Párzási időszakban a párok elszeparálódnak a többiektől. Ilyenkor csak egy dolog jár az eszükben. Párosodásra az év során bármikor sor kerülhet. Ebben a dél-afrikai parkban azonban március és június közt fogan meg a kölykök többsége. A párzási időszak 4-8 napig tart.
Az oroszlánok ilyenkor fáradhatatlanok. Napi 40 közös ülésre is sor kerülhet. Az aktus során a hím játékosan harapdálja a nőstény nyakát. Ha a harapások túl erősre sikerülnének, a nőstény nem hagyja szó nélkül. A kölykök 105 napnyi vemhességi időszakot követően látják meg a napvilágot. Az oroszlánok általában kedves, odaadó anyák. Ahogy a kölykök elindulnak, az anyjuk mindenhova velük tart, ám eközben szemmel tartja a társai kölykeit is. Az etetés is közös feladat. Az anyák nem tesznek különbséget a piciniek közt. Azonban a legszeretőbb mamák is hosszabb időre magukra hagyják a kölykeiket, amikor vadászni indulnak. Aztán eljön a párzási időszak, újabb ok az elválásra. És amikor az újabb kölykök megszületnek, minden kezdődik előről. Folytatjuk utunkat. Dél-Afrika északi csücskében vagyunk. 5 órányi autóútra a Krüger-parttól. Itt találkozunk Dr. Peter Rogers-szel, a Kapama vadrezervátum kutatójával. Ez a kontinens egyik magánrezervátuma, és talán itt rejlik Afrika nagyvaddjai jövőjének záloga. A farm korábban hagyományosan nagymacska rezervátumként működött, ma komoly környezetvédelmi feladatokat lát el. Dr. Rogers és társai odaadóan kalauzolják a turistákat, és eközben mindent elkövetnek a veszélyeztetett fajok védelme érdekében. Mindez 10 évvel ezelőtt egy gepárdszaporítási programmal vette kezdetét. Valaha Afrika bármelyik zugában találkozhattunk gepárddal. Mára az állatok leggyorsabbika szinte teljesen kipusztult. A szaporítási céllal befogott állatok egymástól távol eső helyekről, Zimbabwéből, Botswanából, Namíbiából származnak. A cél a génállomány változatosságának megőrzése, a terméketlenség elkerülése. A terv sikeresnek bizonyult. Kapama minden évben 20 gepárdot adományoz más rezervátumoknak, ahol az állatok szabadon nevelkednek. Minden gepárd bőre alá kis csipet ültetnek, ez lehetővé teszi a szabadon engedett állatok mágneses úton történő követését és azonosítását. Ezelőtt a hím előtt 7 órás út áll. Új otthona egy namíbiai rezervátumban lesz. Az érkezést követően a gepárd nekivág az új terület felfedezésének. A gepárdok rendkívül tartózkodóak. A szabadban kerülik az emberek társaságát. 5000 évvel ezelőtt azonban házi állatként élte napjait. Kiemelkedő vadászösztönét az ember saját céljaira fordította. Valaha a gepárdokat éppen úgy használták, mint manapság a vadássólymokat. Még a 19. században is akadtak olyan gazdag emberek, akik vadászleopárdoknak nevezett gepárdokkal indultak vadászatra.
A kapamai gepárd egy olyan nőstényre akad, ami már egy ideje itt él, a namíbiai rezervátumban. A gepárdoknak mindig hatalmas a territóriuma, ezért 2-3 példányát többet ritkán láthatunk egyszerre. Az ember komoly fenyegetést jelent a számukra. A marha tenyésztők legszívesebben minden gepárdot kiirtanának. Ugyanakkor a települések növekedésével, a mezőgazdasági területek terjedésével párhuzamosan csökken a gepárdok természetben fellelhető tápláléka. Veszélyében a föld leggyorsabb állatának fennmaradása. A gepárd akár 110 km per óra sebesség elérésére is képes. A szaporítási programok talán megakadályozzák a kipusztulásukat. A kapamai rezervátumban azonban nem csak gepárdokkal foglalkoznak. Itt éppen két rinocérosz bébit etetnek. A kis bika mamájánál nem indult meg a tejkiválasztódás. A kicsi emberi segítség nélkül éhen halna. A nőstényre a vadőrök bukkantak rá. Belesüppett az iszabba, és képtelen volt kiszabadulni. Ekkor mindössze 3 napos volt. Most már 2 éve él itt társaival együtt. Mindketten hamar megszokták az emberi pótmamát. Éveknek kell még eltelniük ahhoz, hogy szabadon lehessen engedni a rinocéroszokat. 6-7 évesen lesznek csak olyan erősek, hogy meg tudják védeni magukat. Bízzunk benne, hogy együtt maradnak, és utódaik is lesznek. Egyelőre azonban még jó ideig kapama lesz az otthonuk. A rinocéroszok sorsa drámaian illusztrálja az afrikai állatfajták sokaságának kipusztulását. A 70-es években még 20 ezer fekete rinocérosz élt Kenyában. Ma mindössze 2500 példányt találunk az egész kontinensen. A fehér rinocérosz csak a dél-afrikai állatvédelmi erőfeszítéseknek köszönhetően menekült meg a kipusztulástól. A századforduló mindössze 50 példányuk élt, ma 7000 fehér rinocéroszról tudunk. Számukra a szigorúan őrzött rezervátumok jelentik az egyetlen életben maradási lehetőséget. Sajnos sok példányuk az orvadások áldozatául esik. A rinocérosz szarv keresett termék Kelet-Ázsiában. A belőle készült őrleménynek mágikus gyógyító erőt tulajdonítanak. Súlyuk akár a 2 tonnát is elérheti. Operatőreinknek nagyfokú óvatosságra volt szükségük. A fekete rinocéroszok rövidlátóak, így aztán olyasmit is megtámadnak, amiről nem tudják pontosan, hogy mi az. Angyaboly, tábortüzet, járműveket, és néha napján operatőröket is. A támadó rinocéroszok többsége még azelőtt elkanyarodik, mielőtt elérni az áldozatát. Lehet, hogy a látásuk rossz, a szaglásuk azonban kitűnő. Így tudnak rábukkanni idősebb társaik nyomára. Napjainkban sikerült megfékezni a tömegméretű orvadászatot. Az állatvédők erőfeszítéseinek köszönhetően ismét bízhatunk, hogy az afrikai fekete és fehér rinocéroszt sikerül megmenteni a kipusztulástól. Naplemente Dél-Afrikában.
Operatőreink az éjszakai vadászok megfigyelésére indulnak. Az egyik legnagyobb macskafélét, a leopárdot szeretnék megpillantani. Napközben általában a magas fűben vagy a bozótosban rejtőzik. Amikor azonban leszáll az éj, a leopárd feléled és vadászni indul. Veszélyes és bonyolult dolog a mindenre figyelő leopárd megörökítése. Operatőreinket tapasztalt vadőr kíséri. A keresés nem csak figyelmet, hanem a leopárd vadász szokásainak pontos ismeretét is igényli. Éjfél is elmúlik, amire megtalálják, amit keresnek. A leopárd áldozata egy fiatal varacskos disznó. A támadó villámgyors mozdulattal harapta át a torkát. Most helyet keres magának a lombok közt, hogy kényelmesen elfogyaszthassa az áldozatát. Itt biztonságban van. Nem kell tartania a hiénáktól és a sakáloktól. Miután jól lakott, a leopárd víz után néz. Később azonban visszatér zsákmánya maradványaihoz, és egészen addig ott marad, amíg teljesen el nem fogyasztja. Új nap kezdődik. A leopárdok osztoznak a rinocéroszok, elefántok, csimpánzok sorsában. Ők is ott szerepelnek a veszélyeztetett fajták listáján. Remekül boldogulnak az ágak közt. Amennyiben elég zsákmányra akadnak, évekig nem hagyják el vadász területüket. A leopárdok magányos állatok. Ez alól csak a párzási időszak jelent kivételt. Ilyenkor még vadászni is párosan indulnak. A leopárdok kiszámíthatatlanok. Veszélyes dolog túl közel merészkedni hozzájuk, hiszen sosem tudhatjuk, mikor érzik úgy, hogy elvágtuk menekülésük útját. Az operatőrnek mindig készen kell állnia az efféle támadásra. A gyors reagálás, a kamera felemelése megakadályozta a támadás tragikus befejeződését. A leopárd beérte néhány karmolással. Operatőrünk viszont soha többé nem merészkedik ilyen közel hozzá. A leopárd is szerepel a védett állatok listáján, évente mégis jó néhány példány esik a vadászok áldozatául. Csökken az alkalmas élettér is. Egy vadon élő leopárd megörökítése lélegzetelállító tapasztalat. Afrika lakosai ugyanakkor a betevő falatjukért, sőt, esetenként az életükért küzdenek. A leopárd nem egyszer bemerészkedik a településükre, háziállatokat, marhákat öl, sőt, nem egyszer az embert is megtámadja. Különösen a mezőn dolgozókat fenyegeti a veszély. A leopárdok jövőjének záloga tehát szintén a rezervátum.
Szinte elviselhetetlen a hőség. A gepárdok árnyas helyet keresnek, ahol nyugodtan falatozhatnak. Bundájuk mintája alapján akár azt is mondhatnánk, hogy a gepárd és a leopárd azonos állatok. De ez csak az első benyomás. A gepárd bundája világosabb árnyalatú, teste karcsúbb, lába hosszabb. A gepárd nagyon gyors, ugyanakkor nem kiemelkedő vadász. A zsákmányért folytatott harcban gyakran háttérbe szorul az oroszlánhoz, hiénához vagy a leopárdhoz képest. Ez a leopárd szemet vetett a gepárd zsákmányára. A gepárd fenyegető mozdulatokkal próbálja elriasztani a leopárdot. Az igazi harchoz azonban nem fűlik a foga. A leopárd könnyű győzelmet aratott. Safaring északra indul. Afrikát jól ismerő pilóta visz minket a 2200 kilométerre fekvő Ruandába. Ez Safaring utolsó állomása. A tengerszint feletti 4500 méteres magasságot elérő ködborította vulkanikus eredetű Virunga-hegység. Az elmúlt évek során itt, Észak-Afrikában zajlott a kontinens legtragikusabb eseménye. A hutuk és a tuszik között dúló polgárháború, aminek több mint 1 millió áldozata volt, és még ennél is több ruandait tett hontalanná. Ezen a nehezen megközelíthető helyen terül el a Virungai Nemzeti Park, a hegyi gorillák királysága. A tájkép szépsége, a nyugalom csak látszat. A háborúnak közelről sincs vége, bár erről a világ más tájain nemigen óhajtanak tudomást venni. Ez utunk legvártabb és ugyanakkor legveszélyesebb szakasza. Operatőreink mindenképpen meg akarják örökíteni a hegyi gorillákat. Életükről meglehetősen keveset tudunk, és azt sem mérték még fel, hány példányuk élte túl a háborút. Az operatőrök most indulnak útnak a táborból. Bozótos részen át vezető, fáradtságos út áll előttük. Az esőerdő dús lombozata alatt fullasztó a hőség. A verejtékező utazókat moszkitókhada kíséri a dzsungelen át, ahol a mérges pókok és kígyók számítanak a legártatlanabb ellenségnek. A vastag altala is számos meglepetést rejt. A helyi vezetők szerint több a hegyi gorillákra kíváncsi utazó is életét vesztette a dzsungelben. Embereink helyi erők segítségével 200 kilónyi felszerelést cipelnek. A hőség elviselhetetlen. A relatív páratartalom meghaladja a 90%-ot. Minden egyes lélegzetvétel hatalmas erőfeszítéssel jár. A polgárháború kitörését megelőzően a gorillaturizmus jelentette Ruanda legfőbb bevételi forrását. A javakban szegény kelet-afrikai ország mindent elkövetett a kihalófélben lévő fajta védelme érdekében. A háború azonban szinte mindent tönkretett. A kutatóközpontok megsemmisültek, rengeteg gorilla elpusztult. Afrika szívében ennyi maradt az esőerdőkből. Négyzetkilométerek ezreit írtották ki. Az emberek életéhez elengedhetetlen a tűzifa. Az állatok azonban egyszer is mindenkorra elvesztették természetes közegüket.
Egyre feljebb és feljebb jutunk. Vezetőink rábukkannak az első gorilla nyomokra. Mindenki egyre izgatottabb és késekkel próbál utat vágni magának. A háború zűrzavara a gorillákat a dzsungel legmagasabban fekvő, eldugott zugaiba üldözte. Már 10 órája tart a fárasztó út. Átléptük a Kongó köztársaság határát. 3000 méter magasban járunk. Minden lépés hatalmas erőfeszítés. Közel járunk az ájuláshoz. Ám érdemes volt szenvedni, a fűben békésen pihenő hegyi gorilla családra bukkanunk. A közelben dúlt emberi erőszak látszólag semmi nyomot nem hagyott a békés óriásokon. A csoport vezetője egy ezüstös hátú hím. Íme a legfrissebb híradás a hegyi gorillákról. Meggyőző bizonyíték arról, hogy legalább ez a csoport túlélte a háborút. Kiválasztjuk azt az operatőrt, akinek a háromdimenziós felvétel elkészítésének megtisztelő feladata jut. Ehhez azonban a lehető legközelebb kell jutnia a gorillákhoz. A hegyi gorillák a legnagyobb élő emberszabású lények. Diane Fossey, főemlős kutató munkássága hívta fel rájuk a figyelmet. Tíz évvel a kutató halálát követően a Fossey kutatóközpontot fölgyújtották. Fossey viselkedéstani megállapításai forradalmasították a gorillákra vonatkozó ismereteinket, hisz korábban hajlamosak voltunk kizárólag a gyilkos óriást látni bennük. Ma már tudjuk, hogy nagyon is gyengéd teremtmények. Minden gorilla csoportnak van otthona. Ezen belül próbálnak megfelelő mennyiségű élelemre akadni. Ha egy gorilla család a másik vadász területére lép, a csoport két legidősebb tagja fenyegető mozdulatokat tesz, ám a későbbiekben hamar megbékélnek egymással. Erőszakra nem kerül sor. A polgárháború kitörését megelőzően körülbelül 600 hegyi gorilla élt ezen a környéken. Manapság semmiféle statisztika nem szól arról, hányan élték túl a harcokat. Egy dolog biztos. A háború nem csak az emberek számára jelent hatalmas tragédiát, hanem a gorillák megmentésével kapcsolatos erőfeszítéseket is jelentős mértékben visszavetette. A hegyi gorillák sorsa természeti környezetünk tragikus hanyatlására figyelmeztet. Az emberiség száma nő, egyre nagyobb területeket hódítanak el az állatvilágtól, és ennek következtében egyre több állatfaj pusztul ki. De azért van némi remény Afrika állatvilága számára. Háromdimenziós afrikai safarink véget ért. A fekete kontinensen tett utunk során operatőreinknek módja nyílt a világ legritkább állatainak megörökítésére.
A világörökség egyik legértékesebb részével szembesültünk, mégpedig három dimenzióban, kézzelfogható távolságban. Magyar szöveg Kálmán Judit, narrátor Bicskei Tibor. A magyar változat a VIP Art Kft. Megbízásából a Sington stúdióban készült. Forgalmazza a VIP Art Kft. Producer Gyárfás László és Juhász Jenő.